1883. augusztus 27-én a világ eddigi legnagyobb ismert természeti katasztrófája következett be. A mai napi töriben a Krakatau vulkán kitöréséről mesélek, amiben egyes becslések szerint 120 ezeren lelhették halálukat. A Krakatau vulkán Indonéziában a Szunda-szorosban Jáva és Szumátra szigetei közt fekszik. Nevet használják a szigetcsoportra, a fő szigetre, illetve magára a vulkánra is. Az író történelem a vulkánnak több hatalmas és katasztrofális következményekkel járó kitörésére emlékszik. A hírhet 1883-as kitörés a hiroshimai atombomba energiájának az 5000-szeresével, mintegy 100 megatonnával robbantotta darabjaira a hegyet, több mint 25 köbkilométernyi sziklát és hamut lökött ki a vulkánból, és a történelemben feljegyzett legnagyobb hangkitörés produkálta. A robbanás zajára a 3100 kilométerre lévő ausztráliai Perthben az emberek felriadtak álmukból. Sőt, a mintegy 4800 kilométerre lévő Rodriguez-szigeten, Mauritius közelében a fültanúk azt hitték, hogy puskalövést hallanak az utcáról. A légköri lökés hullám 7 alkalommal kerülte meg a földet, és még 5 nappal később is érezhető volt. A hivatalos feljegyzések szerint a kitörés következtében kialakuló cunami legalább 37 ezer embert ölt meg. A kitörés elpusztított 165 falut és várost, és súlyosan megrongált 132-t. Sok ezren sérültek meg, főképp a pusztító már említett cunami következtében, amely végig söpört az Indiai és a Csendes-óceánon, és hatalmas pusztítást végzett Kelet-Afrikában, Mexikóban és Latin-Amerikában is. Az emlékezetes kitörés a Krakatau-sziget kétharmadát eltörölte. Az 1927 óta történt újabb kitörések egy új szigetet építettek, amelyet Anak Krakatau-nak, vagyis Krakatau gyermekének neveznek. A vulkáni hamu és cunami katasztrofális hatásokkal jártak a régióban. A Krakatautól 13 kilométerre lévő Sebesi sziget 3000 lakója közül senki nem élte túl a kataklizmát. 40 kilométeres távolságban északra a szumátrai parton mintegy 1000 ember halt meg. A holland hatóságok 37 ezer áldozatot regisztráltak, de egyes források szerint a valós szám elérhette vagy meghaladtatta a 120 ezret is. Sok település elpusztult, köztük Szumátrán és Jáván, az Indiai óceánon, sőt Afrika keleti partjainál is még sokáig, a kitörés után egy évvel is találtak holttesteket. Jáva egyes területei sohasem népesültek be újra.